Totál károsra tört az a két autó, amelyik szombaton hajnalban ütközött össze Budapesten az Árpád hídon. Az egyik autós a hírek szerint 130-150 km/órás sebességgel hajtott, ahol elütött egy kerékpárost is. A balesetben egy férfi elhunyt. Ez már egy nyíregyházi baleset. Hétfőn este okozott balesetet egy autós a László és a Szegfi utca kereszteződésében. Itt is szerepet játszhatott a gyors hajtás. A rendőrség tapasztalatai szerint gyakran szerveznek illegális versenyt autósok a városi utakon. Főleg az esteli órákban szeretik a fiatalok méregetni az erőket, fitoktatni az erőket a gépjárművek esetében, illetve a motorkerékpárok esetében is. Ezt próbáljuk majd visszaszorítani, megelőzni lehetőségénkhez képest. Mindent be fogunk vetni ennek érdekében, hogy ezeket megelőzzük. Ne legyen olyan tragédia, mint a Budapesten az Árpád hídon történt az elmúlt napokban, vagy korábban más városban is volt hasonló jellegű dolog. Nálunk azért nem jellemző az, hogy szervezetszerűen van illegális verseny, de viszont azért előfordulhat, illetve van is ilyen lakossági jelzésekből adódóan, hogy lámpáknál adott útszakaszon megáll két autó egymás mellett, mondhatnám, hogy összekacsintanak, adhok jelleggel eldöntik azt, hogy fognak egy versenyt nyomni, mondhatnám így, véghez vinni, ebből megpróbálják megállapítani, melyik autója jobb állapotú, mennyi gyorsabb, stb. Stb. Utána ezt vagy megbeszélik, vagy mindenki az Isten hírével, és elválnak az útjaik. Ez gyakorlatilag itt a Kert utcán korábban is mindig előfordult hasonló jellegű cselekmény, de akár északi körutat mondhatnám, akár a Pazonnyi úti rész, gyakorlatilag itt a Vajú Ádám körútnak egy adott része, ahol egyenes szakasz és jó minőségű aszfalt van, hogy gyakorlatilag bármikor megjelenhet ez a jellegű tevékenység, cselekmény az állampolgárok részéről. A rendőrségi statisztikák szerint még mindig a gyorshajtás az egyik leggyakoribb baleseti ok a vármegyében. Ezért szerveznek hetente ismétlődő razziát az egyenruhások, hogy kiszűrjék az alkalmi versenyzőket az utakról. Ezt heti rendszerességgel fogjuk végrehajtani az elkövetkezendő időben, a vármegye területén is általánosság, illetve Nyíregyháza város területén, abból adódóan bemondjuk a közterületfelügyeletek a kameráit, szeretnénk azt igénybe vetni, illetve ezt igénybe vettük eddig is, és ezzel tudjuk egy értékelemző munkát végrehajtani, azért, hogy lássuk azt, hogy milyen mozgások vannak adott útszakaszokon. Ez is egy olyan ellenőrzési lehetőség a kezünkben, amit ki kell használnunk természetesen. A drónt mindenképpen, illetve a civil ruhás kollégáink is fogják járni az adott útszakaszokat, ahonnan érkezett lakossági bejelentés, hogy hasonló jellegű cselekményeket tapasztaltak, és ezeket megpróbáljuk felmérni, ellenző értékelő munka során pedig célirányosodva szervezzük az akciókat. Természetesen közlekedési hatóságnak a szakemberét is be fogjuk vonni ebbe a dologba, mivel itt a driftelés is azért jellemző lehet a városra is, illetve a vidéki településekre is. Itt az engedély nélkül átalakított különböző mahinált járművekre kell gondolni, amit majd a vizsgabiztosok meg fognak nézni, ellenőrizni fognak, át fogják vizsgálni, és ha kell, akkor berendelik soron kívüli műszaki vizsgára, vagy mi a rendőrség el fogja venni a forgalmi engedélyét. Természetesen mindig a tapasztalt jogsértésnek a mértékében tudunk szankcionálni és tudunk eljárni az intézkedéseink során. A 2022-es rendőrségi beszámoló adatai szerint tavaly 854 személyisérülésre járó baleset történt a Vármegyében. Ebből 20 volt halálos kimenetelű. A rendőrség az akcióval szeretné csökkenteni a balesetek számát a Vármegyében.